Gyújtópont. Köszöntöm a Hit Radio hallgatóit, Király Tamás vagyok, 4:05 lesz egy perc múlva, és ebben az órában először az úgynevezett magyar Facebook törvényről fogunk beszélgetni. Az igazságügyi minisztérium ugyanis tavasszal törvényjavaslatot fog az országgyűlés elé terjeszteni a nagy technológiai vállalatok hazai működésének szabályozásáról. A Facebook, a Twitter és egyéb közösségi oldalak moderálási gyakorlatát leginkább a jobb oldalon kritizálják, mert úgy tartják, hogy ezen cégek vezetése liberális, globalista elvek alapján cenzúrázza, aki nem tetsző, a neki nem tetsző véleményeket. Az ügyben többek között Varga Judit igazságügyi miniszter is megszólalt, aki egyébként ennek a témának a felelőse. Vendégünk pedig Gulyás Gábor internetbiztonsági szakértő, aki itt is van velünk a vonalban. Szervusz Gábor, üdvözlünk a műsorban. Üdvözlök én is mindenkit. Gábor, hogy látod a maga ez az egész szabályozás, az, hogy Magyarország törvényileg próbálja szabályozni a különböző tech cégeket, ez célra vezető? Tehát egy magyar jogszabályi környezettel valóban meg lehet regulázni egy algoritmust? Ez egy jó kérdés, hogy mi elég nagyok vagyunk-e ahhoz, hogy ezt meg lehessen lépni. Ezt valószínűleg tart. Nem fogják tudni ezzel úgy megregulázni, hogy az mondjuk így globális szinten is érzékelhető legyen. Itthon lehet, hogy ennek meg fognak majd felelni, de összességében azért egy sokkal nagyobb problémáról van szó, és nemzetközileg is ezt nagyon szabályozni kellene, ezt az egészet. Ez talán már egy kicsit elkezdődött, amikor a GDPR 2018-ban életbe lépett, ugyanis az megfogalmazott olyan alapelveket, amit az igazságügyi miniszter hölgy is kritizált, mégpedig azt, hogy nem átlátható ezeknek a cégeknek a működése ebből az oldalból sem, illetve nem feltétlenül igazságosak, vagy fairnek nem mondhatnánk őket, és a GDPR ezeket be is vezette, de hát ez mondjuk magánszemélyekre vonatkozik, és nem feltétlen mondjuk az üzletekre, illetve vagy politikai szereplőkre, és ez valóban egy nagyon komoly probléma. Hogy jogilag ez a magyar szabályozás, ami erre reagálni fog, mennyire fogja tudni majd ezt visszaszorítani? Hát vannak ezzel kapcsolatban két én, már csak azért is, mert itt azért sokkal mélyebb a probléma, mint ahogy mondjuk így ezeken a frontokon látszik, bár én azt gondolom, hogy amiket eddig lehetett hallani erről a szabályozásra, az jól próbálja megközelíteni, ugyanis az egy dolog, hogy azokat a profilokat és szócsöveket, amik mondjuk egy bizonyos politikai beállítottságot szeretnének promotálni, azokat inkább tiltják másoknak, meg többet megengednek. Ez egy része ennek az egésznek, de hát itt egy sokkal árnyaltabb dologról van szó. Nem tudom, hogy most ebben mennyire menjek bele. De... Szerintem belemehetünk, mert engem az érdekelne, hogy mi az, ami még az egészséges versenyjog meg egy cégnek a szabadságához tartozik. Például, hogy egy cég döntse el, hogy milyen logika alapján dobja fel az algoritmusokat a felhasználóknak, és mi az, ami meg már vélemény diktatúrának számít. Tehát mondjuk azt mondja, hogy bizonyos gondolatokat, bizonyos közlőket elhallgattat, és nem jelenít meg. Hát ez egy egyszerű kérdés, de nagyon bonyolult és összetett a válasz, ugyanis meg kell fontolni azt is, hogy egyáltalán, ha megfogalmazunk ezzel szemben egy kritériumot, akkor például hogyan fogjuk tudni azt mérni, hogyan fogjuk tudni állni, hogy ez ennek a kritériumnak megfelel, a másiknak nem, vagy ennyire felel meg, és annyira nem. És nagyon sok más olyan szempont van, amit nehéz ezzel kapcsolatban jól megfogalmazni. Én azt mondom, hogy induljunk el először is a KH-tól, ami nem egy technológiai kérdés, hogy például az omniózus esetben, amit ugye Trump előző amerikai elnöknek a letiltása indított el, ott azt a kérdést kell megválaszolni, hogy ténylegesen egyébként ez a cégnek a feladata, hogy ezt megregulálza, hiszen alapvetően ez nem egy igazságszolgáltatási fórum, vagy egy szólásszabadságban döntési joggal bíró, vagy legalábbis nem kell, hogy ilyen legyen. Nem egy ilyen fórum, hanem ezt alapvetően vannak más olyan demokratikus intézmények, amiknek ezeket vizsgálni és bírálni kellene. És az a baj, hogy ezek a cégek annyira váltak így az emberi kapcsolatok közé, és az emberi kommunikációban annyira egy oldalú csatornát jelentenek már, amit nehéz megkerülni, és ezért sem is egy ilyen funkció is előtérbe került náluk, viszont ezeknél a cégeknél nagyon nehéz azt a kérdést megválaszolni, hogy ha már ők ebben a pozícióban vannak, hogy az emberi kommunikációban morális kérdésekben állást kell foglalniuk, hogy mi az, ami megengedhető, mi az, ami nem, akkor nagyon nehéz megfogalmazni azokat az elveket, ami egy igazságos és egy jól működő rendszer tud létrehozni, és hát itt nem csak a kommunikáció kérdés, hanem hogy a
a miniszterasszony is utalt rá, hogy hát bizonyos tartalmaknak a terjedését blokkolják ezek az oldalak. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan tudjuk ezeket az algoritmusokat egyáltalán átláthatóvá tenni, és megérteni azoknak a működését, hiszen hogyha csak arra gondolunk, hogy egy bizonyos algoritmus mondjuk bezár bennünket jobban a saját véleménybuborékunkba, vagy 3%-kal jobban kedvez mondjuk a liberális, vagy mondjuk adott esetben a másik irányba a konzervatív értékrendnek, ezt nagyon nehéz kimutatni, és nagyon nehéz ezt korrigálni, viszont ezek az apró eltérések is már adott esetben választást dönthetnek, főleg, hogy ilyen szoros választásról van szó, mint amit láttunk, hogy néhány 10.000-100.000 szavazaton múlik mondjuk egy elnöknek a sorsa. Ugye itt is Varga Judit azzal érve, hogy az ő általa közzétett bejegyzések sem jutnak el még azokhoz sem, akik az ő követői vagy őt keresni. Korábban lehetett arról hallani, hogy például a Mi Hazánk mozgalom politikusait Novák elődött, meg sem lehetett találni a Facebookon, annyira elrejtette a közösségi média. Miközben ezek a teggurik meg azzal érvelnek sok esetben, például ugye Trump esetében is, hogy gyűlöletbeszéd az, amit ő képvisel, meg erőszakra való felbújtás, és tényleg nagyon sokszor felmerül a kérdés, hogy mi micsoda. Ilyen szempontból ráadásul tovább bonyolíthatja azt is, hogy minden országnak mondjuk eltérő törvénye van, és akkor itt felmerül az, hogy ezt, ha mondjuk a Facebook nem Magyarországon bejegyzett cég, de akkor vonatkoznak-e rá a magyar törvények? Hát ezt a kérdést én egy kicsit óvatosan válaszolnám meg, mert szerintem ez inkább egy jogi kérdés, amiben kevésbé vagyok azért jártas. Én alapvetően informatikai szakértőként vagyok jelen. De mindesetre az biztos, hogy vannak olyan szabályozások, amik vonatkoznak rá, például a GDPR is ilyen, ami mindenképpen meg kell, hogy feleljen neki. De hogyha valakinek panasza van mondjuk a Facebookkal szemben, néhány évvel ezelőtt az elég nehezen volt érvényesíthető, mert nem volt helyi jogi képviselete. Hogy ma már más a helyzet, azt nem tudom, de úgy emlékszem, hogy Varga Judit is arra hivatkozott, hogy talán ez még mindig hiányzik, ebben nem vagyok most teljesen biztos, és hát valahogy ezt kellene kikényszeríteni, hogy ez megváltozzon. Az biztos, hogy segítene, de itt azért az is fölmerül, hogyha mondjuk hozunk mi egy ilyen helyi törvényt, akkor mi lesz ami Magyarországon történik, annak a külvilág felé való kommunikáció és megjelenés azért nem biztos, hogy ugyanúgy fog megjelenni. Egy nagyon jó példa az, amikor az Európai Unióba bevezették azt a szabályozást, hogy emberek kérhették, hogy bizonyos tartalmakat a keresők távolítsanak el róluk, és hogyha valaki beütötte a nevét, és addig ott volt mondjuk egy kellemetlen bírósági ítélet, vagy mondjuk egy névrokonának egy kellemetlen bírósági ítélete, akkor kérvényezhet, hogy ezt vegyék le, és akkor az nem jelent meg. De ez csak azokra a keresőkre volt igaz, akik az Európai Unión belül voltak, hogyha valaki elutazott külföldre, vagy egy olyan szolgáltatást használt, amivel úgy tűnt a szolgáltatónak, hogy a külföldről internetezik, akkor már is ezek a találhatók továbbra is elérhetőek maradtak, ami nagyon érdekes ilyen politikai véleménybuborékokat hozhat létre, tehát ez is azért egy érdekes kérdés, ez mit fog eredményezni a közép-hosszú távon. Egyébként ezek az algoritmusok milyen logika alapján működnek? Tehát az algoritmusok mögött állhat ember, aki beállítja, hogy milyen logika alapján szórják szét a híreket? Abszolút. Tehát az a helyzet, hogy nagyon sokszor úgy képzeljük el, hogy az algoritmusok azok ilyen független és objektív módon gondolkodnak, viszont ez lesz, mert a valóság az, hogy az algoritmusokat emberek tanítják be, hogy hogyan gondolkodjanak, hogyha mondjuk ilyen mesterséges intelligenciáról van szó, vagy hogyha klasszikus algoritmus, akkor pedig emberek tervezik meg, és ezért az a fajta gondolkodásmód és értékrend, amit az emberek képviselnek, az átkerül ezekbe az algoritmusokba is, és ez nagyon szervesen meg is jelenik. Egy nagyon jó példa, hogyha a Google-nek a nemzetközi keresőben rákeresünk a család kifejezésre, akkor merőben más képeket fogunk találni, mint hogyha ugyanezt a magyar oldalon tennénk meg. Nemzetköziben sokkal több olyan találat lesz a képek között, mert az első néhány találatban, ahol azonos nemű embereket fogunk látni, vagy vegyes házasságokat, ahol fekete és fehérbőrű emberek alkotnak közösen egy családot, és a gyerekeik is esetleg ott vannak. És ugyanezek a fajta értékrendbeli különbségek, amik miatt a Google úgy döntött, hogy neki fontos, hogy a nemzetközi keresésében már az ő saját értékrendje is megjelenjen, ezek az összes többi területen is ott vannak, és nagyon is befolyásolják a működését ezeknek az alkalmazásoknak.
Hogyan lehet egyébként azt megoldani, hogy mondjuk Magyarország hoz egy törvényt, és akkor ugye téged inkább szakmai és nem a jogi oldaláról nézem, hogy mondjuk innentől legyenek kedvesek nem elhallgattatni minket, akkor mi történik? A Facebook központjában megnyomnak egy gombot, hogy akkor mostantól ne hallgattassuk el Varga Juditot? Vagy ez hogy fog működni? Ez nagyon jó kérdés, mert ugye így mondtam, hogy például hogy történt a Google esetében, amikor bizonyos tartalmakat le lehetett tiltatni, ugye az EU-n belül az le lett tiltva, de EU-n kívül elérhető volt. És már elképzelhetőnek tartom azt is, hogy akkor ennek az lesz a hatása, hogy akkor Magyarországon még majd lehet helyben politizálni, de mondjuk bizonyos tartalmak már Ausztriában nem lesznek elérhetőek, mert ott viszont a tiltás érvényben lesz. Szerinted egyébként az Európai Unió mennyire fog ebbe belemenni részletesebben, hiszen nyilván sokkal egyszerűbb lenne, ha legalább mondjuk ilyen kontinentális szintereken lehetne egységesen szabályozni. Biztos, hogy bele fognak menni ennek a szabályozásába. Az elmúlt években ez így a szakmai tudományos közösségben is egy komoly kérdésként van folyamatosan így a pódiumon, hogy hogyan lehet az algoritmusokat, hogyan lehet a gépi tanulást értelmezni, hogy mit csinálnak ezek az algoritmusok, hogyan működnek, mikor van bizonyos részrehajlás, bizonyos társadalmi csoportokkal szemben bennük. És ez egy nagyon komoly tudományos kihívás is egyébként, hogy ezeket meg is lehessen valósítani, tehát hogy meg tudjuk válaszolni ezeket a kérdéseket. És ahogy ez a tudományterület halad előre, egyre több mindent tudunk már megválaszolni, ez át fog szépen menni azokba a szabályozási keretekbe is, amik ezeket körbevezített, hogyha meg tudjuk már jobban mondani, hogy egy algoritmus miért úgy döntött, hogy lehet ezt jól lekommunikálni, akkor ez előírásként meg fog jelenni, hogy ezt cégeknek igenis meg kell tenni. De hát ez csak az egyik oldal, ugye a technikai végrehajtatóság, hogy ne csak elvárjuk, hanem meg is tudjanak felelni a cégek ennek. De a másik oldal az, hogy 5 évvel ezelőtt sokkal kevésbé volt jellemző, bár már akkor is nagyon erős volt, hogy algoritmusok döntései befolyásolják az életünknek minden területét. Ez egyre inkább erősödik, főleg most itt van ugye a pandémiás helyzet, a digitális jelenlétet nagyon felfokozta. Ezért ez ahogy egyre erősödik, erről lesz az igény arra, hogy ezek az események, ezek a befolyásolások, ezek átláthatóak és igazságosabbak legyenek, ami viszont nem egy technikailag megoldható probléma, hanem mindenképpen törvény szabályozást igényel, és az EU biztos vagyok benne, hogy néhány éven belül reagálni fog. Szerinted mi lesz a következő időszakban egyébként politikai szempontból, hogy ugye az amerikai választás most megmutatta azt, hogy egy pillanat alatt azért bárkit le tudnak némítani a Facebookon. Lehet számítani szerinted további ilyen némításokra, vagy a Trump körüli felháborodás azért pont, hogy megállt parancsolhat ennek a hullámnak? Én azt gondolom, hogy van egy nagyon éles váltás a 2016-os és a 2020-as választások között. A 2016-os választásnak nagyon erőteljesen ott voltak a technológiai cégeknek a befolyása, ott volt a technológiai kihívások, hogy egy külföldi aktor, mondjuk egy orosz aktor képes olyan hirdetéseket eljutatni amerikai választókhoz, hogy az a befolyása adott esetben a választásnak a kimenetelét érdemben. Most ehhez képest 2020-ban nagyon nagy csend volt ezen a terület körül. Nem nagyon hallottunk ilyen befolyásolási kísérletekről, nem voltak nagy botrányok, hanem ez szép csend volt, és én azt gondolom, hogy ez nem azt jelentette, hogy ezt a problémát megoldottuk, mert ezt technológiailag és jogilag egyáltalán nem sikerült megoldani, sőt még el sem indultunk szinte ezen az úton, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ezek a cégek a háttérbe húzottak, és sokkal finomabb módon fejtették ki a hatásukat ezen a területen, gyakorlatilag olyan értelemben, mint ahogy a propaganda kifejtette ezt 50 évvel ezelőtt, hogy adott esetben ilyen dezinformációkkal és ilyen más kisebb volumenű, nem túl feltűnő befolyásolásokkal úgy irányították a közvéleményt, hogy az a propaganda kiötlője és végrehajtója számára megfelelő legyen. És én azt gondolom, hogy most is valahol inkább ez mehetett. Erre nincsenek bizonyítékaink, úgyhogy ez az én szakmai véleményem egyelőre, ami vagy igaz, vagy nem. Hogy
ezek a cégek a különböző híreknek a megjelenítésében, emberekhez való eljutásában egy kicsit úgy befolyásolták a dolgokat, hogy az ő értékrendjüknek és politikai preferenciáknak megfelelő legyen. Itt most akár olyanokra gondolok például, hogyha valaki novemberben a választások utáni napon beütötte a Twitter a keresőbe azt a kifejezést, hogy loser, ami angolul a vesztes jelenti. Nagyon érdekes módon heteken keresztül Donald Trumpnak a fiókját hozta ki első helyre. Amiről nem vagyok meggyőződve, hogy ez pusztán egy ilyen szakmai eredmény, hogy kiszámolták, és ott volt a legjobb a találati relevancia, hanem sokkal inkább el tudom képzelni, hogy valaki, még ha nem is a Twitternek a vezetőjét által felbújtva, de úgy döntötte, hogy ennek kell a legrelevánsabb üzenetnek lennie. És én azt gondolom, hogy hát ennél sokkal kevésbé feltűnő módon, de befolyásolva voltak a dolgok, és ez viszont folytatódni fog tudni a későbbiekben, és hiszen egyrészt erről nincsenek információink, nincsenek bizonyítékaink, semmi nem indokolja, hogyha csináltak és ilyet, ezt abba hagyják. Amiből én meg azt gondolom, hogyha megvannak a megfelelő külpolitikai szándékok, akkor ezt meg fogják tudni tenni. Most már akkor nem célzott hirdetésekkel, hanem más módokon fog ez történni. Úgyhogy én arra számítok, hogy azért ez egy reális kihívás, azért, hogyha ezen gondolkodunk, és erre megpróbálunk valahogy felkészülni. Végezetül egy utolsó kérdés. Nagyon felmerül bennem az, hogy vagy nagyon, nagyon komolyan elgondolkodok azon, hogy most a tech cégeknek a profit az első, vagy az ideológiai térnyerés és az ideológiai térhódítás, hiszen nyilván a republikánus szavazónak is, vagy a magyarországi jobboldali szavazónak is lehet beadni reklámokat, de ahhoz kellenek jobboldali republikánus tartalmak. De most az utóbbi időben meg, mintha úgy tűnt volna, hogy azért tényleg elég vastagon működik a cenzúra. Hát ez egy jó kérdés. Én mondjuk azért feltenném azt a kérdést, hogy valóban finanszírozási problémákról beszélünk ezeknél a cégeknél, vagy sem. Tehát azért olyan cégekről van szó, akiknek egyszerűen felfoghatatlan mennyiségű bevételük és profitjuk van. Tehát most már azért nem beszélünk arról a kérdésről, hogy a Twitter vagy a Facebook akkor mennyire fenntartható. Ezért mondjuk egy olyan 5 éve, 10 éve, most nem tudok pontos dátumot mondani. Ez egy komoly kérdés volt, hogy a Facebook meg fogja találni azt az üzleti modellt, amivel fenntartható működést fog tudni elérni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem ez most az elsődleges szempont. Az, hogy az ideológiai szempontok pedig miért ennyire erősen érvényesülnek, hát ez egy másik lapra tartozik, de én azt mindenképpen azt látom, hogy igen, ez egy komoly probléma. Bár más oldalról, hogyha megnézzük, hát amikor ilyen morális kérdésekről volt szó korábban, itt most például olyanokra gondolok, hogy pszichológiailag bizonyított tény, hogyha folyamatosan kapok tartalmat, akkor sokkal nehezebben tudok felállni onnan. Bárki, aki használ Facebookot vagy közösségi médiát, pontosan tudja, hogy miről beszélek. És ez ilyen morális szituációban, amikor dönteni kellett, hogy én most akkor veszek a versenytársaimmal szemben, mert kevesebb időt töltenek emberek az én platformomon, vagy pedig több bevételt akarok elérni, és inkább ide láncolom az embereket, akkor a cégeknek a döntő része, és az eseteknek a döntő többségében úgy döntött, hogy inkább a profit mellett dönt. Van például egy nagyon elhíresült eset, amikor valaki a Google-on belül ezt körbeküldte egy levélben, hogy hát mennyire oda kéne figyelni a Google-nek az ilyen jellegű alkalmazásbeli ilyen szokás formáló dolgokban, hogy ne kössék az embereket a képernyő elé, és akkor ebből volt egy nagy hűhó, 2 hétig eljutott a felső vezetésig, és aztán előtt az egész, és nem lett belőle semmi. Tehát ha ezt megnézzük, hogy ezek a cégek hogy álltak hozzá ezekhez az erkölcsi kérdésekhez, hogy én most az embereket rabságba taszítom azért, hogy nekem több pénzem legyen, vagy pedig megadom a szabadságot, hogy dönthessenek arról, hogy akarják beosztani az idejüket, ők egyértelműen úgy döntöttek, hogy a profit mindenek felett, de én azért azt gondolom, hogy a mostani helyzetben ez nem a profitról szólhat elsősorban. Gulyás Gábor, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!